váratni a vendéget nem szép dolog. Szia, Fanny! Hello! Jesszus, a mennyi lakat? Úristen, neked van lakatod? Van? Van. Ó. Oh. Pont most igen. Mondtam, hogy mondom, mert szokás szerint késtek. Ti hoztatok lakatot? Mert a Fanny hozott lakatot. Ja, én hoztam egyet nektek, várjam. Nekem van egy a nyakamban, de én... Akkor várjál, várjál. Ezt nem fogom hagy lakatoljunk ide. Visszajövünk érted. Szimbolikus lakatot hoztam, majd a Fannyt rakjuk. Na nézd, ezt nektek hoztam. Hopp, az ára is rajta van. Fannyra igazi kaland vár, mert hogy Szilvájék orrfűre indulnak sárkányhajózni. Nem szerintem a lányoknak az volt így a fejében, hogy ez a sárkányhajó, ez így kisebb. Azt hittem, hogy négyünknek is sikerül flottabbul kihajózni, legalább így a stéget elhagyni. Nem hiszem bennünk. Azt mondta a Petya, hogy miattunk nem volt jó. Miatta nem volt jó, ő ült mögöttem, és állandóan fröcskölt. Ki más irányba elvezet, meg mindenki fröcskölt mindenkit, úgyhogy hát nem volt az igazi. Kifogtuk az aranyhalat. Varázsoltunk egyet, és csettintés, és egyszerre ott volt 16 kis apród. És végülis hát ők lettek a csónaknak a motorja. Az egyik nehézségét az adta, hogy egyszerre kellett teveznünk, a másik nehézsége pedig kicsit abból fakadt, hogy előttünk is ült valaki, és mögöttünk is ült valaki, és amikor a Szilva ült előttem, ő folyamatosan rám is evezett egy kis vizet, és néha összeakadtak az evezőink.